Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kollégáimat, a vendégeket, a sajtóképviselőit. Komplex szolgáltatások fejlesztése az Eszterházy Károly Főiskolán a minőségi gyakorlati képzés érdekében című pályázat keretében valósult meg az Almagyar-Dombi Kollégium földszintjének az átalakítása. Alapvetően a hallgatói szolgáltató centrumunknak az irodái költöztek ide az elmúlt napokban, és hivatalosan a mai napon tervezzük ezt átadni. Alig 4 hónapja, hogy ez a szerződés aláírásra került, június végén írta alá az akkori projektmenedzser, dr. Kisztúrt Lajos rektor helyettes úr, azt a pályázatot, amelynek célja valóban az, hogy az Eszterházy Károly Főiskolán a gyakorlati képzés színvonalát a lehető legnagyobb mértékben emeljük, és egyéb hallgatói szolgáltatások bevezetésére is sor kerülhessen a következő hónapokban, években. Az elmúlt hetekben már több alkalommal is találkoztunk, hiszen néhány hete a B-épület földszintjén a kortárssegítő mentálhigiénés tanácsadó iroda munkatársai mutatkoztak be a hallgatóinknak sikeres rendezvényükkel, az úgynevezett Kometi Festtel, amelyből a sajtóból is értesülhettek azok, akik nem vettek részt ezen a feszten. Az elmúlt héten egy sikeres konferencián vettünk részt, szintén ezen a kampuszon, a C-épületben, ahol kimondottan a gyakorlati képzésben résztvevő tereptanárok, tereptanár koordinátorok mondták el az elvárásaikat, mely követelményeknek kell megfelelni a hallgatóknak, és egyáltalán milyen szolgáltatást várnak el az intézménytől ahhoz, hogy ez a gyakorlati képzés gördülékeny legyen a hallgatóink számára. Több mint 9000 hallgató folytat tanulmányokat a főiskolán, erre a fél évre 8109-en aktiválták magukat, azaz vesznek részt a tanórákon. Fele arányban nappali tagozaton, a további hallgatók pedig levelező tagozatos képzésben. 28 alapszakon és 18 felsőfokú szakképzésben tanulnak hallgatók. Ezek azok a szakok, amelyek igen gyakorlatorientáltak. A felsőfokú szakképzések valamennyike. Az alapképzések között pedig találunk olyan alapszakokat, mint a gazdálkodási menedzsment, a turizmus vendéglátás vagy a szociálpedagógia, ahol egyfél éves összefüggő gyakorlatot kell a hallgatóknak teljesíteni. De már köztudott, hogy szeptembertől a természettudományi karra belépő hallgatóink 6 hetes gyakorlaton kell, hogy részt vegyenek a tanulmányok folyamán. Tehát ahhoz, hogy a gyakorlati helyeket a hallgatók megtalálják, hogy azokat a dokumentumokat, amelyek jogszabályok írnak elő, és nem kevés dokumentációval járó szerződéskötések, igazolások kiállítása, hogy ez gördülékeny legyen, ehhez mindenképpen át kellett szervezni a szervezeti egységeinket. A főiskola készült erre, nem csak azért, mert reménykedtünk abban, hogy elnyerjük ezt a pályázatot. Február végén már a szenátus eldöntötte, hogy a hallgatói centrum, ami néhány éve alakult a főiskolán, kimondottan a hallgatói szolgáltatások miatt, a tanulmány és információs központba integrálódik. Számomra nagy öröm, hogy a hallgatói centrumban frissen végzett fiatal diplomás, mi saját hallgatóink dolgozhatnak, összesen 9-en. Itt van mellettem Ország Ákos, a hallgatói centrum igazgatója, aki be fogja mutatni önöknek azt az új terepet, ahol mostantól dolgozhatnak a kollégáink. A terep megválasztása is azt mondhatom, hogy szerencsés, hiszen csak ebben a kollégiumban 180 hallgató él. Itt a kampuszon több mint 700 kollégista hallgató tölti el napjait nappali tagozaton, de a természettudományi karon is több mint 2000 hallgató folytat tanulmányokat ebben a fél évben. Tehát azt hiszem, hogy egy központi, frekventált helyre került ez a centrum, még akkor is, hogyha a város központjától kicsit távolabb esik, de a hallgatói élet nagy mértékben zajlik ezen a Leányka úti kampuszon. És bár a pályázat a gyakorlati képzés minőségére orientálódik, de számos más hallgatói szolgáltatást is bevezetett a hallgatói centrum az elmúlt hetekben. Munkatársai felkészültek, ahogy említettem, a kortárs mentálhigiénés tanácsadóirodával, ezen kívül karrier és gyakorlati képzőhely koordinációs irodát működtet, ahogy említettem, frissen végzett hallgatókkal, de olyan tapasztalt adminisztrátorokkal is, akik már évek óta dolgoznak a főiskolánkon. Ezentúl kollégium ügyeket, hiszen itt vannak a kollégium zöme, a Sasuti kollégiumot kivéve, ezen a kapuszon található a Leányka úti kollégium, illetve hogyha tovább mennek, ha már följöttek ide a Leányka útra, akkor az apartmanházainkat is megcsodálhatják.
ahogy említettem, több mint 700 hallgató ezen a kampuszon él. És hát nem utolsó sorban, nem véletlenül tartom a kezembe ezt az alumni magazint, hiszen alumni és DPR irodát is működtet a Hallgatói Centrum néhány hete, és már az első kiadvány, ahogy említettem, június végén írtuk alá ezt a pályázatot, de már a nyár folyamán a végzett diákjainknak, az úgynevezett alumni vagy öreg diákoknak, akik az EGRI főiskolán valamikor is tanulmányokat folytattak, frissen végzett diplomásaink számára elkészült ez az első kiadvány, és folyamatban van, napokon belül megjelenik már az újabb száma is ennek az alumni magazinnak. A sajtóban olvashatnak már eredményeket a diplomás pályakövetési rendszerről, főiskolánkon is már az elmúlt hónapokban megkerestük a végzett diákjainkat, erről készült egy friss felmérés, mennyire elégedettek az intézmény életével, munkájával, illetve a bent lévő hallgatóinkat is megkérdeztük, milyen szolgáltatások azok, amelyeket leginkább igénybe vennének, illetve milyen távlati terveik vannak az elhelyezkedést illetően, vagy a tanulmányok befejezését követően az elhelyezkedést illetően. Én bízom benne, hogy önök is, ha megcsodálták ezt a kampuszt, ezt a épület részt itt az Almagyar-Dombi kollégiumban, akkor egyetértenek azzal, hogy méltó helyet kapott a Hallgatói Centrum ezeknek az összetett feladatoknak az elvégzésére, és itt az előtérben található hallgatói információs pultnál a hallgatóink valóban a nap bármely időszakában a kérdéseikre, amely lehet akár tanulmányi, akár életviteli, megfelelő választ fognak kapni a frissen végzett diplomás kollégáim részéről. Ország Ákost bemutattam, aki a Hallgatói Centrum igazgatója. Ő mond rövid köszöntőt, és ezt követően megkérem dr. Kistrót Lajos rektorhelyettes urat, illetve Ország Ákos igazgatórat, hogy hivatalosan is adják át a kollégáimnak ezt az épületrészt. Köszönöm szépen! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a télköszöntő jamborin, hiszen ezt az elnevezést adtuk a mai napnak, aminek az egyik kiemelt, hanem a legfontosabb része az, hogy átadjuk ezt az új komplexumot, ezt a felújított komplexumot, amit nem véletlenül, ahogy ezt főigazgató asszony is mondta, alakítottunk itt ki az Almagyar-Dombi kollégiumnak a földszintjén, hiszen hisszük azt, hogy oda kell rakni a szolgáltatásokat, ahol a hallgatók vannak. Egyrészt a B-épületben ezért üzemel továbbra is a már jól megszokott helyén a Hallgatói Centrum, illetve a Hallgatói Centrumnak egy új része itt fent az Almagyar-Dombi kollégiumban, ahol ugye több ezer hallgató jár kell minden nap, és többen, ugye több százan ugye itt is laknak fent a kollégiumban. Kicsit zavar voltam tegnap este, amikor gondolkoztam, hogy miről kellene itt ugye ma beszélni, hiszen a hivatalos részét azt gondolom, hogy főigazgató asszony nagyon szépen összefoglalta és jól elmondta. Köszönetnyilvánításokat napestig lehetne sorolni, hiszen annyi mindenkinek lehetünk hálásak a pályázat kiírától kezdve a főiskola vezetésén keresztül a hallgatóknak, illetve kollégáknak is. Én egy embert azért mindenképpen szeretnék kiemelni, aki én azt gondolom, most is úgy van háttérben, hogy egyébként a munka folyamán volt. Én Szombatini Zsuzsának szeretném megköszönni a segítséget. Mindenben nagyon nagy partnerünk volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, hogy ez itt létrejöhetett. Én azt gondolom, hogy nem is szaporítanám tovább a sort, mert annyira büszkék vagyunk erre a komplexumra, amit átalakult, hogy szeretnénk önöknek megmutatni. Úgyhogy ha nem bánjátok, akkor megkérem én is rektorhelyettes urat, főigazgatóasszonyt, hogy végre nyissuk meg hivatalosan is, mert eddig ugye illegalitásban dolgoztunk, hogy ezt kollégám Laci is mondta. Adjuk át ezt a gyönyörű komplexumot, és hát folyjon tovább a munka. Köszönöm szépen. Csak egy mondatot, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Igen, tisztelt ünneplők. Nagy öröm ez, hiszen hallgatói élet, illetve hallgatók nélkül nincs felsőoktatás, ezt tudnunk kell. Még ha sokan álmodoznak is arról, hogy hallgató nélkül egyszerűbb lenne az életünk, de azt gondolom a mindennapi hallgatói jelenlét az rendkívül fontos. Hát ez a szintér, amit most átadunk, itt gondolom állandó folyamatos zsongás lesz, és itt a hallgatói élet az jól látszik majd, mindazon szolgáltatásokon keresztül is, ami gondolom valamennyi hallgatóhoz elér majd. Mindent elmondtak előttem, nagy örömmel, mint volt projektmenedzser, nagy örömmel vágom át ezt a szallagot, de nagyon szeretném megköszönni a kivitelezőknek, akik ezt a beruházást elnyerték, akik ilyen rövid idő alatt, mert bizony szorított az idő, a projekt elején már tudtuk, hogy ezt nagyon gyorsan meg kell csinálni, mert úgymond, ahogy szokott lenni, a projekt ütemezve van, és azt gondolom, hogy időre,
Nagyon praktikusan, nagyon jó minőségben ezt látni fogjuk, elkészült, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beruházóknak ezt a munkát, és köszönöm a, nyilván azoknak is, akik a pályázati írásban sikeresen szerepeltek, illetve a főiskola részéről, műszaki vezető, gazdasági hivatal részéről ebbe az egész munkába részt vettek, úgyhogy ünnepélyesen akkor vágjuk át a szallagot, és erőjünk együtt egy pár percig ennek a szép objektumnak. És akkor, hogyha magamhoz ragadhatom a szót, akkor én elindulnék. Ez a hátsó területen lesz előbb az alumni és dítvériroda, majd azt követi a gyakorlati hely, karrier és gyakorlati hely koordinációs iroda. Egy-egy egysége, ahol 4-4 munkatárs tud dolgozni. Itt az előtér másik oldalán lehet látni a mentálhigiénés tanácsadó irodát. Itt az egyéni tanácsadások, pszichológiai, pszichiátriai, tanulmányi tanácsadás folyik, illetve egy tárgyalóval egészül ki a tér. Valamint, ahogy már mondtam, itt ebben mögött, a pult mögött vannak a felkészült tanácsadó kollégák, ahol az ügyfélforgalomnak a jelentős része folyik. Csak hogy lehessen elhelyezni körülbelül dimenzióba, ez napi 100-150 embert is jelent, amikor átlagos időszak van. Hát kiemelt időszakban valamikor ilyen 6-800 ember is megfordul, úgyhogy azt tudjuk garantálni, hogy élettel meg fog tölteni ezt a kollégiumot is.